Üdvözlök mindenkit a Devi Stúdió csatornáján. Ez itt nem más, mint a Farming Simulator magyar verziója. Na, akkor elsőként, hát én már vettem egy csomó mindent. Már megint elrohadt a kukorica. Istenik neki, már megint dozerolhatom le. Na mindegy. Végén be van állt, hogy kicsit gyorsan menjen az idő, és szerintem azért dögölhetett meg a kukorica. Thank you.
vettem el. Na mindegy, amint ki kell, már csatosolva is állítjuk azonnal a dolgokat. Vető, ha jól tudom, ez veti a krumplit. Nem is tudom, hogy ezzel mit kéne kezdenem most. Na mindegy, a kukorica nagyon elkezdett érni. Aztán majd meglátjuk mindjárt. Mi van? Ha megy is le a nap, hogy kell is fel a nap. A felhők nem mozognak, hát ez. De legalább változik a napszak, ezt tetszik. Szénától és szalmától. Na most a széna és a szalma. Ja igen. Hát ez nem széna, hanem fű. Thank you.
Ugye ők úgy ott van valami. Megnézzük hátrét. Szájtónak volt a kétszer álmod a tervenek. Reggel 7-kor és este 6-kor, és két teljes tartály. Minden nap végén köszönöm a tervenek. Én nyers, nem lefőzetni ezt a kis traktor. Egy is lehetne az, hogy minden baj. Na, nézzük a dolgot, hogy most elmészetem már. Tényleg, tényleg, Isten, hogy a fajunk volt. Ilyen szart, mégis ezt a
gyapjú zsákok, miután bárányokat vásárolsz. Anyádat hát! Na, akkor vásároljunk bárányt, tessék. Na, hol van? Akció, akció, van akció? De komoly. Na jó, hol vannak azok az állatok? Állat, birka, bárány. Vásárolunk. Ennyit vásárolja, 30-at? 30. Úgy nem érdekel. Ez a telnet is. Azt is 30-as. Az is több lesz egy, tudtam. Na jó, vissza. És hol vannak a telnek? Ott vannak a... Na, és hogy ezeket megnyitom. Van valami zsák. Jó, hogy ez itt automatikusan gyűlik. És most ide a világ végére hozzam ki a izét. Videó nem fog készülni ebből a játékból, mert revanyomban már. És belőle.